Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, amelyben a kúp felszínét és térfogatát számoljuk. Aktuális feladatunkban úgy szintén egy forgástesttel kell, hogy megbirkózzunk. Derékszögű háromszögünk van, melynek egyik befogója 5 cm, B egyenlő 5 cm, átfogója pedig 13 cm. Láthatjuk, hogy hiányzik az A befogó. Ez a háromszög forog a másik befogó körül, tehát pontosan az A befogó körül. Ki kell számítanunk, a kapott alakzat, ami tudjuk, hogy egy forgástest, vagyis egy kúp, felszínét és térfogatát. Ha lerajzoljuk a háromszöget, akkor rögtön látni fogjuk, hogy az A befogó körül fog forogni, ezek szerint a tengelyünket az A mentén tudjuk megrajzolni. Kezdjük most el forgatni ezt a háromszöget az A tengely körül. Láthatjuk, hogy ez a háromszög közben egy kúpot ír le. Ennek a kúpnak a három legfontosabb eleme sugár, magasság, alkotó. Fejezzük ki ezeket az elemeket a háromszög oldalai segítségével. Kezdjük először is a sugárral. A kúpnak a sugara megegyezik a háromszög B befogójával. A kúpnak a magassága megegyezik a háromszög A befogójával, és a maradt még az alkotó pedig megegyezik a háromszög átfogójával. Tehát a sugár ugyanannyi, mint a B oldal, a magasság ugyanannyi, mint az A oldal, és az alkotó ugyanannyi pedig, mint az átfogó. A meglévő adatok alapján láthatjuk, hogy hiányzik még az A oldal. Pitagorasz tétele segítségével számoljuk ki a hiányzó A befogónak a hosszát. Képletünk C négyzet egyenlő A négyzet plusz B négyzet. Ha behelyettesítjük a meglévő értékeket, négyzetre emeljük őket, 13 a négyzeten a 169, 5 a négyzeten pedig 25. A négyzetet úgy kapjuk meg, hogy a 169-ből kivonjuk a 25-öt. Ha elvégezzük a kivonást, a 144-et ad, gyököt vonunk belőle, 144-nek a gyöke 12 cm. Így már fel tudjuk írni a hiányzó elemeket. A sugár ugyanannyi, mint a B oldal, ezt tudjuk, hogy 5 cm. A magasság ugyanannyi, mint az A oldal, most számoltuk ki, 12 cm, és az alkotó ugyanannyi, mint a C oldal, vagyis 13 cm. Nézzük akkor a hiányzó felszínt és térfogatot, illetve előtte még az alapterületet és a palásterületet. Kezdjük az alapterülettel, R négyzet pi. Mivel a sugár 5, 5 a négyzeten, az 25 pi négyzetcentiméter. Jöhet most a palásterület. Képlete R pi s. Helyettesítsünk be. A sugár az 5, az alkotó 13, 5x 13 az 65, tehát a palásterületünk 65 pi négyzetcentiméter. Jöhet a felszín. Összeadjuk az alapterületet és a palásterületet, vagyis a 25 pit és a 65 pit. Ezt könnyen el tudjuk végezni, az összesen 90 pi négyzetcentiméter. És szokás szerint a végére maradt még a térfogat, alapterület szorozva magasság per 3. Alapterületünk 25 pi, a magasság az 12 és per 3. Vegyük észre, hogy 12-t és 3-at tudjuk egyszerűsíteni. 12-ben a 3 megvan 4-szer, és a végén, ha a 4-et megszorozzuk 25 pi-vel, az eredményünk 100 pi köbcentiméter. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!